Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, az információs segítséget külön köszönöm a válaszadó személyét, illetően bár azért nem volt nehéz kibarkobázni, hogy kivel beszélgetünk erről a kérdésről. Már a 2010 és 14 közötti ciklusban is megtettük ugyanezt. Ha emlékszik államtitkár úr, akkor abban az időszakban a Jobbik frakciója már 2010 őszétől igen keményen kivette a részét abban, hogy a terepen is segítséget nyújtson a kilakoltatás áldozataivá vált családoknak, illetve azoknak, akik erre igényt tartottak, de azt látjuk, hogy az utóbbi években nagyon sok olyan időszak volt, amikor ez a kormány paktumot kötött a végrehajtókkal, és negyedéves kvótákban állapodtak meg arról, hogy hány családot dobhatnak ki elhelyezés nélkül az otthonából. Talán emlékszik, hogy a végrehajtói kamara honlapján sokáig sorakoztak ezek a negyedéves adatok. És voltak szerencsére olyan időszakok is, amikor a kilakoltatási moratórium észszerű és jogos elrendelése miatt ezek a katasztrófa helyzetek, ha nem is tűntek el teljesen, de azért eltolódtak időben. Most pontosan egy ilyen szituáció előtt állunk, mint ismeretes, a kilakoltatási moratórium lényegében lejár, 15 nappal később nagyon sokfajta cselekményt újra lehet foganatosítani, és sem a szakma, sem az érdekvédő szervezetek, sem a devizások nem látnak, nem láthatnak tisztán azt illetően, hogy a következő hetekben mi vár rájuk. Nagyon fontosnak tartom tehát tisztába tenni ezt a kérdést, főleg azért, mert korábban már volt arra példa, hogy a kormány, mint említettem, negyedéves kvótában állapodott meg a kilakoltatások maximális számát illetően. Adódik a kérdés, hogy most kötöttek-e ilyen megállapodást bárkivel, illetve mi a kormány terve az elképesztően felszaporodott számú végrehajtások kezelését illetően, hisz itt a szerencsésen elrendelt moratórium, amit nagyon sok ellenzéki, civil és devizás közösen követelt, azt is okozta, hogy most egy időpontban zúdulhat az idézőjeles piacra a különböző végrehajtói túlfutások, vadhajtások egész özöne, és azt látjuk, hogy egy kontroll nélküli rendszer eredményeképpen, mert a kormány nem szabályozta ezt a területet, és korrupciós cselekmények tömegje mellett egy katasztrófa helyzet, egy társadalmi, szociális katasztrófa helyzet állhat elő. Adódik tehát a kérdés, partnere a kormány a kilakoltatási moratórium meghosszabbításában, illetve partnere abban, hogy a végrehajtások mocsarában végre rendet tegyünk, hiszen azt látjuk, hogy amíg ez a rendszer ilyen, amíg sajtpapírok alapján vagy mártérült követeléseket lehet megpróbálni még egyszer behajtani, addig nagyon-nagyon nehéz megvédeni a károsultakat mindettől. Évtizedes problémáról beszélünk, a probléma nagyja és kezeletlensége az önök időszakára esik, amellett, hogy természetesen nem vagyunk az azt megelőző időszak rajongói sem, hiszen akkor szaporodott fel ez a hitelállomány, de a kezelési módszerek tekintetében adódik a kérdés, a napokban elszabadulhat a pokol, van-e cselekvési terve a kormánynak a megoldást illetően? Köszönöm szépen, képviselő úr! Mint említettem, a választ Répás Róbert miniszterhelyettes úrtól fogjuk hallani, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Először azzal kezdeném, hogy mi a helyzet, ön azt mondja, hogy nem lehet tisztán látni, nem tudják pontosan, hogy mi fog következni. Az országgyűlés döntése következtében a veszélyhelyzet megszűnt, mármint a Covid járvány miatt a veszélyhelyzet megszűnt, és ennek megszűnését követően a határidők, a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődnek. Tehát lényegében május 31-e után 15 nappal újra kezdődnek a határidők, azaz minden végrehajtási intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, halasztásra, jegyző értesítésére vonatkozó határidő újra kezdődik. Tehát nem azonnal következik be 15-én minden végrehajtási cselekmény, ám a határidők újra kezdődnek. Az elmúlt években az ingatlanok kiürítésének 99,5%-ában az ingatlanokat a bentlakók önként hagyták el. Tehát a klasszikus értelemben vett kényszerintézkedéssel érintett kilakoltatásra csak az esetek 0,5%-ában került sor, ami jól mutatja, hogy az ingatlant elhagyók lakhatása biztosított volt. Tavaly az átlagos ingatlan kiürítések száma 50%-kal csökkent, az idén pedig még tovább, hiszen az idén csak az önkényesen elfoglalt lakások kiürítése engedélyezett. Ez egyébként jelentős szám, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy körülbelül a kiürítésre kerülő ingatlanok 1/5-1/6-oda olyan ingatlan, amely önkényes
önkényesen elfoglalt lakások közé esik. 2010 óta számtalan intézkedést tettünk, az ingatlan kürítési moratóriumot meghosszabbítottuk egészen a veszélyhelyzet végéig. Azt jelenti ez a meghosszabbítás, hogy gyakorlatilag két évig fel lehetett készülni arra, hogy be fog következni az ingatlanok kiürítése. Ahogy az előbb jeleztem, már ez a részben önként is megtörtént, tehát valójában nem minden kiürítendő lakásból kell végrehajtás útján kitenni az ott lévő, jogtalan ott lévőket, hanem ez egy sokkal kisebb szám. A korábban ön által említett kvóták arra vonatkoztak, hogy lényegben felső határt szabott a kormány annak, hogy mennyi kiürítésre kerülhet sor. Most az a feltételezésünk, hogy nem fogják elérni ezeket a kvótákat a kiürítések. Ahogyan elmondtam, azért, mert két éves felkészülési idő volt rá, másrészt pedig azért, mert már önként is nagy részt megtörténtek a kiürítések. Viszont ön is utalt a 2010-14 közötti kormányzás időszakára, és ön is úgy fogalmazott, hogy ez a helyzet, amiben nagyon sokan kerültek, ezek bizony a 2010 előtti kormányzás melléktermékei voltak. A 2010 előtti kormányzás miatt nőtt meg a devizahitelezés volumene. A legtöbb ember, akik a devizahitelezés csapdájába kerültek, azok bizony a 2010 előtti devizahitelezés miatt kerültek rossz helyzetbe. Azért azt nem állom meg szó nélkül, hogy itt jó lenne, hogyha a szövetségesükkel, Gyurcsány Ferenccel is beszélnének erről a problémáról, mert bizony ezért a felelősség őt terheli, vagy őket is terheli az ő kormányzásuk idején. A baloldal szabadította rá az adósokra a devizahitelezést, tehát jó lett volna, hogyha ezt akkor is tisztázzák, amikor közös listán indultak az elmúlt választáson. Kérem a válaszomat, fogadja el. A törvényt az országgyűlés hozta, nem a kormány. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megkérdezem Zé Kárpát Dániel képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, ha már visszamutogatás, akkor 2001-re mutogassunk vissza, amikor az egyoldalú szerződés módosítások ilyen formában lehetővé váltak. Ki volt akkor a miniszter? Államtitkár úr, gondolkodjunk egy kicsit, hogyha a visszamutogatásnak az idősíkját elkezdjük. Természetesen az önkényes lakásfoglalókat ebbéli tevékenységükben semmilyen formában nem támogatom. Nyilván nem rájuk gondoltam. A kilakoltatások 2010 óta több mint 20 ezer áldozata jellemzően nem önkényes lakásfoglalók közül kerül ki. És ne haragudjon, de ha ön abból, hogy önként elhagyják nagyon sokan az ingatlanokat, azt veszi le, hogy az ő lakhatások biztosított, az valami egészen szomorú neoliberális következtetés az ön részéről. A helyzet az, hogy ha ezek az emberek meghúzzák magukat egy albérletben, a rokonoknál, az ismerősöknél, és emiatt fel kell, hogy adják az életük terveiket, a gyermekvállalási céljaikat, azt, hogy bővítsék a családukat, és megvalósítsák, amit megálmodtak az életükben, ez katasztrófa. Ön azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, ezzel ez el van intézve, szerintem pedig ez felháborító, éppen ezért a válaszát semmilyen körülmények között nem álmodomban elfogadni.